Tudták, hogy 2021-ben több mint 200 gigawatt naperőmű beruházás kerül megépítésre világszerte? A megújuló energia termelés és ezen belül a napenergia hasznosítása a jelenleg leginkább növekvő energiaágazat a világon. Kormányok, jogalkotók, valamint befektetési alapok egyaránt az éghajlatbarát energiahasznosítást támogatják. A COVID-19 káros gazdasági hatásainak enyhítésében is meghatározó szerepet játszanak a szolár technológiákra nyújtott támogatások. A különböző műszaki kockázatok jelentős hatással lehetnek a teljes naperőmű projekt életciklusára. A napelemekkel kapcsolatban olyan kockázatokról beszélhetünk többek között, mint a telepítési hibák, vagy a különböző napelem degradációk, amelyek adott esetben a napelempark korai életszakaszában már magasabbak lehetnek az elvártnál. Beszélhetünk üvegtörésről, rétegleválásról, vagy a panelek különböző mértékű szennyezettségéről. A fotovoltaikus inverterek esetében olyan hibák fordulhatnak elő, mint például az MPPT, azaz az eszköz munkapont optimalizálásához kapcsolódó vezérlési meghibásodások. Ezen túlmenően a rossz készülék méretezés és a szerelésekből adódó különböző hibák okozhatnak gondot. Oda kell figyeljünk a készülékek teljesítmény csökkenésének okaira is. A tartószerkezetek esetében komoly hibát jelenthet a korrózió, valamint a szerelésből adódó pontatlanságok, ugyanakkor tapasztalhatók a kivitelezés vagy akár a karbantartás közben okozott szerkezeti sérülések is. Figyelnünk kell a kábelezés hibáira is. Itt a sérült csatlakozók, vagy a például nem megfelelően kiválasztott tömszelencék jelenthetnek gondot az erőmű üzemeltetése során. Ellenőrizni kell a földelési rendszer elemeit, valamint az időjárás állomás szenzorait is, hogy azok megfelelően lettek-e kiválasztva és telepítve, illetve megbízható adatokat rögzítenek-e, hiszen ezen adatokat felhasználhatjuk a park rendszeres műszaki kiértékeléséhez. Naperőmű beruházások különböző fázisaiban, mint például a kivitelezés vagy az üzemeltetés során szükség van folyamatos ellenőrzésre. Az ellenőrzések lehetővé teszik a hibák korai felismerését, így a lehető leghatékonyabb beavatkozás. A napelemparkok minőségi és működési jellemzőinek kontrollja ma már a harmadik feles szolár szakértő szervezetek egyik fő tevékenységévé vált, hiszen a befektetők és a hitelezők csak ezáltal tudják csökkenteni a befektetéseik kockázatait. Cégünk, a TÜV Rheinland a fotovoltaikus termékek vizsgálatában és tanúsításában világszerte piacvezető pozíciója, valamint átfogó naperőműves szolgáltatás portfóliója garancia lehet az ön naperőműves beruházásának kezelésében is. Keressenek bennünket bizalommal!